egy fantasztikus műsor előtt nem állnak, mert hát látom, hogy ülnek. Hajnal Kata, Amerikában élő, most már lassan világhírű énekesnő, csodálatos operai hanggal, egy világkörüli turnénak az első állomásán vagyunk itten, mert a szülei innen származtak el, holnap fogja megkapni Gyulának a díszpolgári címét, ő is a leszármazott. Gyula után el is hagyjuk az országot, és Párizs, London, Los Angeles, Peking, Szöul, tehát egy nagy turné előtt vagyunk. Here I am in Paris, France. Annak idején a rádióban, most nem tudom, mostanában történik-e, amikor a zenekar elkezd hangolni, és egy ilyen opera közvetítés van, akkor olyan suttogva a kommentár elkezdi mondani az adott operának a tartalmát. Úgyhogy most így hallgassátok meg, és akkor figyeljetek erre, majd folyamatosan több alkalommal el fogom mondani, pedig nagyon egyszerű a szöveg. Nagyjából, mert van, amikor olaszul, franciául, angolul, vagy nem tudom, hogy fog énekelni, tehát mindenképpen figyeljétek, azt mondja, nagyjából ez a szöveg, tehát Aldomíró a gróf lányát, Magdát, Frivol hercegének szánja. A herceg ugyanakkor Aldomírónak iránt érez nemes vonzalmakat. Leánya nem visz a szemének, és kihallgatja atya a beszélgetését. Születésétől fogva, édesanyja megsajnálja a névtelen csenevész magzatot, és egy hosszú áriában világra hozza. Karja lánya közben unokatestvérét becézi, a hívó szavakra Aldomíró jelenik meg a palota lépcsőjén, sarolta a kis cserédlány, nem vesz észre a herceget, a panaszok megindítják a máskor egy helyben álló őrgrófot, aki a lányért elhagyja őrhelyét. Nagy ütrivalgás, cigányok érkeznek. Hű, ez rasszizmus. Cigányok érkeznek.
Ez alatt a herceg a takarásban atya újraoltási bizonyítványát tanulmányozza, amikor belép a kétségbe esett Aldomíró. Innen folytatjuk. Idénének a tettenért herceg szorultságában bevallja ellomposodását, amit az élemedett herceg falka vadászatra invitálja. Igent mond, de a lánybátya hallani sem akar unokaöccse frigyéről, a légy otthon hoppa maradt franciszkáról. Nevetséges, Franciszka bajkos van, bajbe saját magának, hogy sarolták.
Zoltának hívják, nem más, mint Altomiro herceg, azaz Arjalán, vagyis az őrgróf, a cigánylány, aki az újraoltásos Mimi, a már letűnt világ jön vissza a forgószínpadra, a grófnak álcázott gróf lelepleződik, és döntenie kell, vagy gróf lesz, vagy marad. Nem szeretném elvenni a Gyuri, van beszéd hangom. Nem szeretném elvenni a Gyuri kenyerét, de néhány mondatot azért én is elmondanék így az est végén. Először is szeretnék egy nagy szívességet kérni önöktől, hogy vegyem le a cipőmet, mert aki ennyit kibír magas sarkú cipőben, aztán de minden elismerést megérdemel, hogy nőtársak ezt így. Szóval... Akarjátok, hogy én is énekeljek? Hallja-e, hallja-e, hallja kumasz, hogy la-la-la, hallotta-e már, hogy la-la-la, te csinél, mi? Te is akarsz énekelni. Van egy híres zeneszerző Amerikában, George Crumbnak hívják, ma is él, és fantasztikus zenéket ír, nekem is szerencsém volt vele találkozni egyszer életemben. És ő volt az, aki egyszer, amikor egy nagyon sikeres koncertsorozat után hazaérkezett édesanyjához, aki már nagyon idős volt akkor, azt mondta neki az édesanyja: George! Fia! Miért nem írsz olyan gyönyörű dallamokat, mint ez a Ludwig van Beethoven? Erre George Crumb jellegzetes hangján így szólt: anyám, ha tudnék, írnék. De na most kicsit ez a következő dal is erről fog szólni, hogy hát nem akarnám a zeneszerző munkásságát ezzel csorbítani, de ő is egy picit így érzett, hogy ha tudnék, akkor érnék. Hát ő egy picit elvett másoktól is. Nos, ehhez a történethez tartozik még az, visszakanyarodva New Yorkba, szintén Amerikába, hogy amikor először jártam New Yorkban, nem tudtam aludni. És nem tudtam rájönni, hogy mi az oka ennek, hogy nem bírok aludni. És aztán rájöttem. Baromi hangos! Az autók dudálnak össze-vissza, az emberek üvöltöznek az utcán, és hát akkor még nem is beszéltünk az apartmanról, ahol laktam. Ott pedig voltak szomszédok is.